Székesfehérvár érdekes krontai fekete-fehér és színes portrékon tekinthetők meg a civil központ előtt. A kiállított képeket a Fehérvár arcai fotópályázatra érkezett legjobb alkotások közül válogatták ki. A megnyitót pénteken tartották, amelyen részt vett Varga Tamás országgyűlési képviselő is. Ezek az arcok azt hiszem azért izgalmasak, mert a mindennapokban, a való életben, hogyha látunk egy izgalmas arcot, akkor nyilván nem tudunk elidőzni azon, hogy ezt az arcot megnézzük, hogy mitől izgalmas, mitől érdekes, hiszen az udvariatlanság lenne. Így viszont a fotóművész által elkapott pillanatot megnézhetjük, és fantasztikus, izgalmas, ismerős és ismeretlen fehérvári arcokat nézhetünk meg. Ezt egészen 3 héten keresztül megtehetik az érdeklődők, és licitálhatnak is a fényképekre. Az ebből befolyt összeget pedig a Szegényeket Támogató Alapítvány javára ajánlják fel. A kiállítás az iGenerációért Egyesület szervezésében valósult meg, amelyre bárki pályázhatott. Hát, hogyha már Fehérváron működünk, ha szabad így fogalmazni, akkor pedig arra gondoltunk, hogy miért ne csináljunk itt is ez ügyben valamit. Úgyhogy az első, ez most mondom, hogy nem az utolsó ilyen kezdeményezésünk, az mi más lehetett volna, mint hogy mutassuk meg Fehérvár arcait. Úgyhogy így jött ez a dolog, csináljunk egy jó kis eseményt, lehessen lelkes amatőröknek vagy profiknak beküldeni a képeket. Az alkotásokat több kategóriában értékelték. Fekete-fehér portré készítésében az első helyezett Vilcsek Róbert lett, a legjobbnak ítélt színes képet Szente Balázs készítette, a legkreatívabb alkotás különdíját pedig Jenei Balázs vihette el. Plecser Ádám elmondta azt is, hogy a jövőben tervezik a fotópályázat folytatását Fehérvár épületei címmel.